és szeretetével köszöntök minden kedves jelenlévőt, akik eljöttünk ma erre a helyre, hogy együtt magasztaljuk a mi Istenünket, hiszen minden róla szól. Vannak kedves, nagyon jó ismerőseink, régebb ismerő, akikkel már találkoztunk, de azt el kell mondanom, hogy ha valamikiről szól a mai alkalom, az nem más, mint a mi Istenünk, aki erőt ad nekünk, aki megsegít, aki megőriz. Nevezhetjük depressziónak, azt mondja a világ, hogy van egy ilyen betegség, hogy depresszió, egy ilyen lelki nehézség. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Konferencia alkalmával, és mondta, hogy hát nagyon nehéz helyzetben van. Hogy nagyon érdekes összetétel van ma itt az Isten tiszteletben, és hogy látom, hogy érkeztek meg a testvérek, akkor... Franciaországban, Genovában voltunk egy európai konferencián, a keresztény üzletemberek konferenciáján. Szívem hálával, örömmel, hogy olyan embereket köszönhetünk itt gyülekezetünkben, a kedvesünkben, Mihály testvérnek, a magyar származású, magyar csodadoktornak az édesanyja. Talán csak annyit hadd legyen szabad mondani. Egy édesanyja, aki úgy él Budapesten, hogy a fia Kongóba, Afrikába, távolba, ki tudja milyen körülmények között a csodadoktor. Csodadoktor azért, mert Isten rajta keresztül csodákat tesz, Mihály testvér. Olyan sok mindent tudnak elmondani felőle. Semmi más nem mondok, csak azt, hogy szeretlek. Franz Mutombo elnök urat, ennek az embernek eljött Afrikából, Kongóból. Hadd ne mondjak többet, ma ő fogja Isten igéjét hirdetni közöttünk, míg Mihály testvér pedig egy betekintést enged az ő missziójának egy kicsi részéről. Szétszedtem, és hozzá adaptáltam ilyen fogászati lengőkarhoz, meg ilyen furcsa ilyen izékhez, hogy lehessen valamivel dolgozni, mert nem volt semmink. Mikor kijutottam, ugye személyzet az rendkívül speciális terület, és nem volt semmi. Letérdeltem, és kértem az urat, ha akarod, hogy személyzetet tudjam csinálni, akkor adjál hozzá valót, mert nincs mivel. Nem sokkal később, mint egy csapot, hogy kinyitottál, kezdtek jönni dolgok. És ezt komolyan mondom, réslámpa, operációs mikroszkóp, stb. És most ott vagyunk, hogy nem tudjuk hova tenni, mert annyi mindenünk van. Természetesen használt műszerek szoktak lenni, és ez nem baj. De mondom, hogy tényleg az Úr rendkívül módon meghallgatta imádságomat. És én nekem csak utána jutott, el is felejtettem, utána jutott eszembe, hogy hol volt egy ilyen imám, hogy tényleg kiáltottam az Úrhoz, hogy ha tényleg akarod, hogy ez menjen, akkor kellene tudni dolgozni. Most a műtő az teljesen különlent, és nagyon-nagyon klasszul tudunk operálni. Kaptunk, ahogy mondom, hogy kaptunk műszereket. Ez a műszer, amit itt látok, ez az előtt 5 évvel, ez volt a csúcs műszere, az egyik
ilyen nagy gyártónak. Amikor behozták az újat, akkor Belgiumba kezdték kidobni ezeket a fantasztikus műszereket, én pedig mondtam. A műtétek száma az is rendkívül módon megemelkedett, most évi 1500-1600 műtétet végzek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nehéz megszólalni egy ennyi bizonságtétel után és ennyi fantasztikus nap után. Tehát testvér dolgozik, el kell költözni a fővárosban. A hungra az magyar kolbász. Ez a hungarikum, ami minden világon van, ez a magyar név jutott eszembe. És a legrosszabb élményen és a legjobb is egyben, azt pedig megtapasztalom minden ideje. Kiemelni az egészből. Azt mondja a 32. versben, Péter pedig is a vele lévőket elnyomta, jó nekünk itt lenni, csináljuk azért három hajlékot. Egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. Péter szeretem, mert tiszta szív. Annyira jó volt a természet, a légkör, a levegő. Rögtön azt mondja, ez jó hely aludni. Elfelejtve, elvonulni a csendeségben. Istennek. Szoktam mondani, az olyan, mint amikor valaki megizleli a mennyet. A mennyben a valaki hajléktalan is. Tudjátok, mitől félt Krisztus a legjobban? Az, hogy keresztbe kerüljön, meghal, és az Atya elhagyja őt, és mi? Az ember keresi olyan kinyelm helyzeteket, a jólét a fontosabbá válik, mint az lelki. Mi imádkozunk a Franz testvérért is, nagyon kecset hallottunk az életéből is, Isten hagyom vezette őt, hogy az ő családjaért, Angelikáért, feleségéért és a két gyerekért, kislányért, kisfiúért, és Rihárd testvére, aki 6 gyerek közül a 4. családban, és még mindig úton van, és van egy olyan életünk, azt is énekeltük, hogy úton vagyunk, úton a mennyek felé. És ebben az ezen az úton vannak állomások, ahova Isten helyez bennünket. Ami szívünk tiszt téged áldozik, ami szívünk tiszt téged magasztalja, ami testvéreink, 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 testvére